Mint minden olimpia előtti év, a 2019-es esztendő is kiemelten fontos volt az élsport szempontjából Magyarországon. A kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, elindult egy utánpótlás nevelő program, és a versenysport támogatásával is igyekeznek minden feltételt biztosítani az eredményes felkészüléshez. Mint Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, 2019-ben sem maradtak el a sikerek. Ha a sportágakat nézzük, és hogyha csak az olimpiai sportágakat, akkor 26 sportágból hoztak a sportolóink érmeket, és ezek a világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, korosztályos és élsport szempontjából nagyon-nagyon fontos. A számok is magukért beszélnek, hiszen ténylegesen az, hogy nem egy-kettő-három sportágban, amik tradicionálisan mindig sikeresek voltak, születtek nagy eredmények, az pedig azt mutatja, hogy elindultak azok a programok és támogatások, amelyekre már nagyon nagy szükség volt a sportolóinknak, és a szakemberek pedig hosszú távon tudnak tervezni. Ehhez persze kellenek sportlétesítmények, szolgáltatások, eszközök, amelyek fejlesztései el tudtak indulni az elmúlt időszakban. Úgyhogy ha megnézzük a 19-es esztendőt, akkor mutatja, hogy nagyon jó úton járunk, hogyha az utánpótlás nevelést nézzük, hogyha az élsportot, akkor pedig jó ütemben zajlik az a periódus, ami azt fogja eredményezni, hogy sikeresek legyünk 2020-ban is. 2019-ben 4 olimpiai sportág világbajnokságának és számos világversenynek adott otthont Magyarország. Nagyon változó világban élünk, ami egy nagyon modern, nagyon gyors fejlődést hozott a sportban is. Talán az egyik leggyorsabban fejlődő ágazatunk a sport, és amely rendkívül pozitív hatást generál szinte valamennyi területre. És hogyha ezzel mi tudunk élni, és tényleg felismerjük ezekben lévő lehetőségeket, akkor mindenhol tudunk segíteni. Úgyhogy ezért hozzunk nemzetközi eseményeket hazánkba. Több mint 140 nagy nemzetközi világeseményt tudtunk támogatni ebben az esztendőben, és már a következőben is nagyon sokat fogunk. Ez is azt jelenti, hogy hozzák a hazai sportági szakszövetségek az eseményeket, és a nemzetközi sportági szakszövetségek pedig bizalommal adják nekünk, hiszen tudják, hogy nagyon jó rendezők vagyunk. 2020-ban Tokióban rendezik a 32. nyári olimpiát, amelyre kvalifikációs versenyeken keresztül juthatnak ki a sportolók. Reméljük, hogy legalább akkora csapattal ki tudunk menni, mint Rióban voltunk. Ugye azt kell tudni, hogy azért a sport ténylegesen nagyon fejlődik, és megjelennek új sportágak. A régi tradicionálisakat alakítják át, mint például az öttusát. Mi nagyon-nagyon sikeresek voltunk mindig az öttusában. Most bizony új szakágak, illetve összevonták a sportágakat, és ebben kell úgymond nekünk is felzárkózni, vagy legalábbis szeretnénk, hogy az élen járjunk. Úgyhogy ezeket a tendenciákat is folyamatosan kell figyelnünk nekünk, mint sportvezetőknek, hogy mit és mikor és hogy támogatunk. Úgyhogy Tokió egy nagyon-nagyon fontos állomása a sportolóinknak. A riói olimpián 20 sportágban 156 versenyző képviselte Magyarországot. Jelenleg 58 tokiói kvótás helyen rendelkezik a magyar sport.